Most kicsit tovább jöttünk, és ez itt a Toroni Beach, ez meg még folytatódik a déli irányba is. Ez is egy egész jó kis hely, ez nagyon híres fürdőhely, bár én azt olvastam, hogy fehér homok, hát mondjuk ez nem, fehérnek nem fehér, de itt például egy klassz kis öböl van, ott mellette egy nagyobb, ott vannak napágyak is, meg napernyők, középen ez a szikla. Akkor mindjárt lenézünk a másik irányba, mert az ott még érdekesebb. Hú, hát itt lefelé, itt nagyon klassz sziklás. Jó, mondjuk az sok szeméttől tekintsünk el, ami itt fönt van, de a víz az nagyon tiszta. És ott pedig hát egy ilyen kis félszigetszerű van, ez nagyon jól néz ki. Most nincsenek sokan, de hát tartok tőle, hogy ez az időjárásnak köszönhető, csak hogy ilyen felhős nap van. De itt is van beach bar, vannak napernyők, mondjuk természetes árnyék az nincsen, de a víz az nagyon szép. Na, ide szerintem érdemes eljönni, mert ha valaki nem akar napernyőt bérelni, ott a külső részen ott viszont nincsenek, tehát ott saját ernyőt le lehet rakni, saját matracot, cuccokat, ilyesmit. Na hát valójában ez itt az igazi Toroni Beach, de hát ez gyakorlatilag annak a folytatása, ahol az előbb megálltunk. Itt is vannak ilyen napernyős részek, meg szabad strand részek. És most oda fölnézünk, ott vannak valami bizánci romok. Kint volt a tábla. Úgyhogy ott fönt bóklászunk egy kicsit. Hosszú homokos part van, nem fehér az igaz. És itt rengeteg kis hajó van, ahhoz képest, hogy eddig szinte sehol nem láttunk hajókat. Ja, hogy mert itt van egy kapu, és messziről azt hittem, hogy ez van elzárva, de igazából arra lefelé nem enged menni. De tovább mehetünk. Ja, nyitva van. Jó. Most kicsit, mint a szemetelne az eső. Azért látszik, hogy nem süt a nap, mindjárt elkezdenek kirándulni az emberek. Mert szerintem itt máskor egy lélek sincsen. Na már, jobbra-balra. Menjünk erre. Vigyázni kell, mert ilyen homokos, laza talaj van. Eléggé csúszik. Nem lenne jó innen leesni. Hát ez egy ilyen kavicsosabb, biztos nyugisabb hely, mint ott szemben a homokos part. Körbe lehet járni valószínűleg a félszigetet. Homokos, kavicsos út vezet körbe. Óha! Na hát itt ajánlatos nem lecsúszni. Itt elég magasan vagyunk. Ilyen köves út van végig, de ezen azért lehet szépen menni. Nem olyan veszélyes, mert némelyek itt úgy megálltak az előbb, mintha nem tudom milyen borzalmasan veszélyes helyen lennénk. Még annyi, hogy leesni, az nem célszerű innen. Két szerencsé, hogy ilyen borult idő van ma, mert különben csak lementünk volna egy strandra, és
kimaradt volna ez a látvány. És igazából kár lett volna érte. Jó, micsoda hegyes szikla. Tehát ez a kis bizánci rom maradvány, ez itt a Torini Beach déli végénél található. Végig kell jönni a homokos öböl partján, és ott a végén. Egyébként ez szerintem onnan a strandról is látszik már. Az eső nem biztos, hogy megkímél most minket. Már kezd esegetni. Most sajnos egyre jobban esik. Sziasztok! Ma innen Toroni mellől, vagy Toroniból köszöntünk benneteket. Ott abban az irányban van Toroni, ahol végig ilyen napernyős strandok vannak, szemben ezzel, ahol mi vagyunk. Itt látjátok, mi vagyunk, meg rajtunk kívül egy család, meg még ott arrébb valaki. És itt van mellettünk is egy napernyős strand. Érdekes módon az már tele van. Sajnos a felhők megint gyülekeznek. Én nem tudom, hogy végül milyen idő lesz, de reméljük ma szebb. És itt a két strandot gyakorlatilag ez a 100 méter se választja el. És itt a végén van ez a pici félsziget, ahonnan most lenézünk, hogy mennyire szép is itt a víz. Egy gyönyörű kristálytiszta, és itt is ezek a hatalmas kövek vannak. Nagyon szép. Ott arra előrébb is van strand, mondjuk ott is van szabad része. És ott arra szintén tovább. Azaz, ahol tegnap lementünk, és ilyen nagyon nagy szél volt, és lakóautósok foglalták el a helyeket, a Krisztinika. Így ennek a strandnak is majd kiteszem a GPS koordinátáját, ott alul fogjátok látni a képernyőn. Ide tényleg érdemes jönni, nagyon szép tiszta a víz. Aki szabad strandot szeretne, annak is van. Aki napernyőset, annak is van. Ott beach bar is található, tehát minden kényelem megvan, hogyha valaki azt igényli. Ha nem, úgy, mint mi, akkor pedig ide lehet jönni saját napernyővel. Nagyon érdekes, hogy a sziklákból kinőtt a füge. És még elképzelhető, hogy termés is lesz rajta, na lássuk. Hát bizony, ezen már pici fügék vannak. Látjátok? Ismét a természet megtalálja az útját. Nagyon szép, gyönyörű szép tiszta a víz. Fürödtünk is már az előbb egyet, és bentről is ez volt a tapasztalat, hogy nagyon szép a víz. Majd később, hogyha nem esik az eső, és lesz kedvem, akkor elsétálunk arra tovább is. Megnézzük, ott mi újság van. Na, ezt a kis sarkot néztük ki magunknak. Mindjárt a sziklák előtt.
már kora délután van, de még mindig ilyen kevesen vannak csak ezen a strandon. Úgyhogy itt biztos, hogy nem is lesz tömeg később se. Elmegyünk arra, megnézzük a Toroni Beachnél mi újság van. A part egyébként messziről homokosnak tűnik, de igazából ez ilyen nagyon apró szemű kavics. Ez kavics, de olyan, amiben mezitláb simán lehet sétálni. És ilyen a tenger széle is. Úgyhogy fürdőcipő nem szükséges ide. Itt ez a kisebb szikla választja el a két strandot egymástól, mert ott már kezdődik a Toroni Beach. Gyönyörű, szép, tiszta a víz mindenhol. És ott szemben van egy kis szikla, innen elég nehezen látszik. Ott jártunk a múlt koranál, a bizánci romnál, amikor elkezdett esni az eső. Igen, úgy látszik, hogy itt is még mindig az apró kavics van, pedig ezt homokos strandként hirdetik a Toroni Beach-t. Hát ez ilyen homokszerű kavics. És itt is vannak szabad részek, ilyen napernyős, napozó ágyas részek. Ezekhez mindig tartozik beach bar is. De a beach barhoz zuhanyzó is tartozik, hogyha valaki itt fizet ágyat, akkor zuhanyozhat is. De egyébként érdekes, mert itt ez az égei tenger, ez sokkal kevésbé tűnik sósnak, mint az Adria. Horvátországban ott mindig látszik a só rajtunk, ha megszáradunk, itt nem, egyáltalán nem. És nem is marja úgy a bőrünket a napon. Úgyhogy itt nem olyan létszükséglet a zuhany szerintem. Kicsit arrébb jöttünk, és itt most már inkább homok van, mint kavics. Ilyen durvább szemű homok, nem olyan, mint ami Karidi Beach-en volt. Ez ilyen sóder-szerű. Hát itt érdekes, hogy még egy medence is van ennél a bárnál. Ami igazából nem tudom, hogy mire jó, mert hogy itt van ez a gyönyörű nagy kék medence. Ebben mindig tiszta a víz, mindig friss a víz. Hát mondjuk sokan nincsenek is benne. Tehát én biztos, hogy ebbe a medencébe nem mennék be, ha itt a tenger. Tehát nyilván van igény erre is. Sok szép apartman található itt. Többnyire ilyen egész újszerűek egyébként. Szerintünk itt érdemes szállást foglalni, mert szép a part, szép a víz, és a jó strandokhoz, amerre mi jártunk, azokhoz közel van. Sokkal közelebb, mint Kalivesből, ahol éppen lakunk. Igazából azt azért választottuk csak, mert hogy az első két félsziget, Kassandra és Szitónia között van, és gondoltuk, hogy onnan nagyon könnyen bejárható minden. De igazság szerint Kassandrán viszonylag keveset voltunk, mert ez a Szitónia félsziget, ez jobban tetszett nekünk sokkal. Kassandra az kicsit túl zsúfolt, és ott csak ezek a hosszú homokos partok vannak. Itt meg vannak sziklák, homokos strandokkal együtt, kavicsos strandok, sokkal változatosabb a partja. Ez már inkább itt a központi rész, most már jóval többen is vannak. Még vízimentő torony is van, tehát vigyáznak az emberre. És itt már sűrűsödik a nép. És itt van a városközpont erre tovább. Meg az kis éttermek is vannak, boltot is láttunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez ilyen egész jó bázis hely, ahonnan el lehet járni kirándulgatni.
Na hát azok ott kényelmes kis helyek, ott a párnákhoz be lehet feküdni. Egy koktéllal, kávéval, kis babzsákok. Na és itt van egy busz megálló, és van menetrend. Hát nem sok busz megy. 7:30 elmegy 3 busz is, aztán délután 14:30, meg este 6:45, és ennyi. Hát erre tovább mennénk, itt aztán vannak éttermek, bárok, sok minden. Végig lehet apartmant foglalni szinte, mind apartman itt a parton. Hát ez meg valami sorházszerű, de hát ebből némelyik szép, némelyik meg eléggé lepusztultnak látszik. És lassan kérünk a település végére. Hú, de gyönyörű öntözött pázsit van itt. Nagyon szép zöld. Pedig itt sok eső nem esik biztos, mert mindenhol száraz minden, kivéve akkor esik az eső, mikor mi erre jövünk, ugye? Már sikerült kétszer belefutnunk. Na, kiszuperált hajóba beleütették a virágokat. Itt az ingatlanok úgy tűnik ilyen eléggé összegányolt módon készülnek. Ezt néztük, hogy mindenhol pereg a vakolat szinte az erkélyekről, teraszokról. A falak azok nem simák sehol, csak úgy septiben elkészült minden. Na, ez egy tök jó kis kőház. Ez ilyen elhagyatott. Na, ezt mondjuk megvenném szívesen. Ez jó helyen. Ez itt a falu határában, a gyönyörű strand mellett. Ott a strand. Itt vannak a leánderek szemben. És mindjárt mellette a nagy kaktuszok. Többféle is. Bent is. Hú, annak nagyon sok tüskéje van. Ez valami nagyon hatalmas kaktuszbokor. Látszik, hogy itt jól érzi magát. És virágzik is egy-két helyen. Hát azért a parkolóban gyűlnek az autók. De igazából még tömeg mindig nincsen. Most innen pont nem látszik, hogy a napernyőket mennyien foglalták el. De hát itt ezen a parton, ahol mi vagyunk, ott nincsenek többen. Ez egy ilyen ideális strandolási helyszín. Most még mindig Toroniban vagyunk, de a tengertől
elköszöntünk a strandolást, befejeztük mára, meg erre a szezonra is sajnos úgy tűnik. És itt láttunk egy klassz kis haléttermet, és ide beültünk. És most kaptunk egyenlőre egy cacikit, kenyérrel, pirított kenyérrel, ami az előétel lesz. És aztán majd jönnek a tintahalak. A fiúknak megjött a tintahala, hát ez aztán nem egy kis darab. És ez igazi házi sült krumpli, nem ez a gyári. Soma még ott tart a cacikinél. És 2-3 perc múlva hozzák az enyémet, és hát ez akkor ez a csáp, mint egy polip majdnem. Lehet az. Lehet. Jó van, én most már lettem a cacikiből, ezzel a pirítóssal. Úgyhogy nem vagyok már nagyon éhes, de hát majd mindjárt jön még a töltött pintahalam. Hát, ez egy hatalmas állat, amit én kaptam. Igazán nagy pintahal, és meg van töltve, gondolom fetával. Jó, hát jó étvágyat nekem. Jó, már fizettünk, és azt hittük, hogy minden kész, és erre kaptunk itt is egy desszertet. Úgyhogy köszönjük a vacsorát. Na hát itt vagyunk most már az apartmanunkban, Kalivesem. És hát ez most az utolsó esténk itt. Súzó. A Csaba iszik egy kis úzót, én csak egy rozéfröccsöt. Soma meg már elvonult a szobájába. És hát ezzel véget ért itt a görög nyaralás. Holnap megyünk tovább még Szerbiába, és Nizsben fogjuk tölteni az éjszakát. Úgyhogy holnap még Nizsből jelentkezünk majd, de Görögország az ennyi volt. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok ide. Sziasztok! Hello! Hit the night lights, a party going on somewhere. Hit the night lights, yeah!